Az éppen Japánban versenyző Bukta Ágnes teniszező helyett édesanyja Czako Mária vette át az idei sportdíjat. Gondolom, hogy büszke a lányára, gratulálok, lehet is. Mennyire érte váratlanul az, hogy az ön lánya díjazottak között van? Egy kicsit meglepetés volt számomra, nem vagyunk hozzászokva, hogy Ágit úgy kiemeljék. De azt tudtam, hogy Budaörsön a sportegyesületet nagyon szereti a lányom, nagyon szeret ide tartozni, és nagyon kedves emberek vannak. Tehát olyan közösségben van, úgyhogy ha ezt nézem, akkor nem ért meglepetés. Felolvasott egy levelet, egy üzenetet, ami részben Ágitól származik, részben az öngondolatai szerepeltek benne, amiben elhangzott, hogy a lánya teljesen önerőből, mindenféle segítség, szponzori támogatás nélkül érte el az eredményeit. Ezért hozzáteszem, hogy ott volt a háttérben, gondolom, az édesanyja is, a család is, akik segítették. Mennyi erőfeszítést, lemondást, alkalmazkodást jelentett ez a családtagok az ő részéről? Ugye Ági három gyerekből középső lány, ezért különleges bánásmódban, ugye mindig a középső a hátrányos helyzetű, ez nálunk nem volt így, tehát mindig hordani versenyre, mindig, így ebből, erről szólt az életünk. 18 éves koráig volt lemondás miatta. Onnantól viszont mondtuk, hogy három gyerekes családban, hogy nem tudjuk támogatni. És akkor Áginak hát a legfontosabb dolgokat neki meg kell teremteni saját magának. És ezt úgy csinálja nyilvánvalóan, hogy csapatozik. Nyáron hosszú időt elvesz tőle 6-8 hetet, hogy csapatbajnokságon induljon, és azt tudja magának visszaforgatni. Ugye én már ezt nem tudjuk segíteni. Most éppen Japánban van, ahogy említettük is, meg itt is elhangzott az ünnepségen. Nem rossz ez, hogy sokat van távol? Igen, hát tulajdonképpen 14 éves kora óta nem nálunk van. Annyira nem jó, hogy a születésnapján se volt itthon. Tehát megünnepeltük nélküle otthon a születésnapját. Hát nekünk ez a sors jutott, de az a boldogság, hogy Ági azt teszi, amit szeret. És akkor egy anyának ez a legfontosabb, hogy a gyerekét boldognak lássa.